Szombaton délelőtt átadták a székesfehérvári kézművesek szakkörein készült munkákból álló tárlatot. A kiállítás megnyitója az Enta Juti általános iskola tanulóinak zenés-énekes produkciójával kezdődött. Az iskola tanulói már fontos részét képezik az egyesület életének, hiszen folyamatos gyermekfoglalkozásokon vehetnek részt a kicsik és nagyok. 25 éves jubileumot ünnepeltünk, kiállítással mutatkoztunk be itt a város előtt, aztán jött a betlehemi kiállítás, ez is rekordszámmal kaptunk pályázatot, és most pedig itt van ez a harmadik kiállítás, hogy a szakköröknek a munkáit mutatjuk be, amelyek 2013 óta működnek. 11 évvel ezelőtt az egyesület mindössze 4 szakkört tudhatott magáénak, de ez a szám mára meg háromszorozódott, hiszen 12-13 felnőtt és egy gyermek foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők, de még így is terveznek újabbakat indítani a jövőben. Szalkó Tíma már gyerekkora óta szeret gyöngyöt fűzni. Mint mondja, egy időre abba hagyta ezt a remek kikapcsolódási lehetőséget, de a Kézművesek Egyesületének hála újra kezdhette hobbiját. Kicsit már hiányzott, hogy valami aktív tevékenységet hajtsak végre, és hogy szép munkákat készítsek, úgyhogy véletlenül felfedeztem az interneten, hogy ó, van itt ilyen Fehérváron, úgyhogy kihasználtam az alkalmat, és elkezdtem járni. A székesfehérvári kézművesek részletes programjait és azok feltételeit a képernyőn látható oldalon találják az érdeklődők. A Hagyomány, Érték, Örökítés program keretében szervezett kiállítás január 26-áig megtekinthető a Szent István Művelődési Ház Szent Cecília kiállító termében.